következő készülék egy NEC PE401-es H. Ez egy Full HD 3D készülék. Itt az elején van egy lens cover, ezzel lehet némítani a vetített fényt, úgymond. Kapott egy új utángyártott izzót, jelenleg ez van benne, ez már volt is használva, mindjárt majd megnézzük, hogy mennyit. Ez egy 4000 lumenes, nagy fényerejű Full HD 3D készülék. Ennek a bemeneti táblája látható itt, ugye egy hálózati vezérlés, szervízport, 2 HDMI, azt mondja, hogy D-szab bemenet, D-szab kimenet, hogyha tovább akarjuk adni a jelet. Van itt még a régiekből S-videó, videó, RCA audio, audio be, audio ki, és egy option USB A, ezt pontosan nem tudom mire való, de biztos, hogy nem a videó lejátszásra. A készülék jelenleg nagy fényerejű módban vetít, és normál fényerőre van kapcsolva. Itt mutatja is, hogy forró a tetej. Igen, ezeknek egy picit itt melegebb, de nincsen vele semmi gond. Látható, hogy verőfényes napsütés van, és így vetíti ezt az 1,8 méter széles képet, tehát például nem sötétített teremben erre is képes, de mindjárt meg fogjuk nézni sötét teremben. Az is látható, hogy a fal az egy ilyen sárgás színű és nem fehér, de szerencsére a készülékben van falszínkorrekció is, a magyar menüjéből ez könnyen elérhető és beállítható, viszonylag ügyesen meg is oldja ezt a problémát. Ez pedig már sötétített szobában. A készülékhez van egy írott tanuló távirányító, ezzel minden funkciója elérhető. Nézzük is meg, hogy mennyit. 21 órát volt használva ez az új izzó. Tehát szépen működik, ez már tesztelve van. Az uniformitás az egész jó. Nyilván nem egy ekte házi moziképről van szó, de akár ezt a feladatot is szépen megoldja, mint ahogy azt mindjárt fogjuk látni a videóban. A szokásos 3D beállítások is megtalálhatók benne. Bocsánat, egyel arrébb. Itt. Tehát itt lehet bekapcsolni a 3D módot, és nagyon sok egyéb minden van. 3D szemüveget is tudok hozzáadni, ez külön díj ellenében. Jelenleg a projektor hangszórója szól, ez is viszonylag használható. Nyilván, hogyha valaki mozizni akarja használni, akkor egy dedikált hangrendszer szükséges, és akkor megnézzük az egyik kedvenc kis tesztvideómat. Hogyan teljesít. Készülékben helyet kapott egy olyan funkció is, mert a prezentációs vetítést erősíti, ez a fogd és vidd, ugyanis ebben a projektorban nincsen azonnali visszahűtés, tehát ha megnyomom a kikapcsoló gombot, akkor a készülék leáll és vihető. Cserébe viszont azonnal nem kapcsolható vissza, de nyilván ez nem is tenne jót az izzónak, és más projektorokkal sem lehet ilyet tenni. Tehát ez a készülék, ez induláskor hűt vissza, ha szükséges. Így, ha valaki siet, azonnal tud vele haladni tovább. De látható, hogy házi mozira is szépen
használható a készülék. Nyilván a nagyfényerejű mód ilyenkor nem szükséges, akkor hangos is lenne kissé a készülék, de ekkóban gyönyörűen muzsikál.